tartató a kertben, kutyaházban, kistestű kutya, köszönöm Imre. Kedves Imre, kertben tartható kistestű kutya, kutyaház, ha jó a kutyaház. A kutyaháznak a, az fölépítésén nagyon sok múlik. Mekkora a kutyaház, az például egy nagyon fontos kérdés. Akkora legyen, hogy az ajtón könnyedén beférjen a kutyus, ott éppen meg tudjon benne fordulni, és a, a, a kényelmesen el tudjon feküdni benne, akár nyújtózkodva is. De ne legyen túl nagy, ha túl nagy, nem fogja tudni belihegni, nem tudja megmelegíteni, akkor fázni fog benne. Ha túl kicsi, az meg kényelmetlen, és nem, az azért nem fogja szeretni, nem fogja használni. Tehát egy jó méretű kutyaház itt ennek a, ennek a kulcsa ennek a kérdésnek. A másik dolog, hogyha nagyon hideg van, és a kutyusnak a szőre vékony, akkor szükség lehet a kutyaház bejáratánál valamiféle hát szőnyegre, vagy valamilyen ajtószerű, de a kutya által passzálható védelemre. Általában csíkokra vágott valamilyen anyagot szoktak felaggatni, amely arra nagyon jó, hogy be tud rajta menni, ki tud rajta jönni a kutyus, megszokja, megszereti, érti, hogy ez miről van szó, tehát tudja használni az ajtót, viszont egy picit lefogja a levegő áramlását, ha szél van, azt nem engedi be, és jobban be tudja melegíteni a, kutyus, a kutyaháznak a belsejét. Ilyen formában akár mínusz 10-15 fokban is nyugodtan kimaradhat a kutyus. Vannak esetek azonban a nagyon picik testű kutyák, főleg a mesztelen kutyák, ugye gondoljunk itt a kínai kopasz, kopasz kutyákra, vagy pedig azokra a kutyákra, akik egyébként is rendkívül gyér a szőrzetük, nagyon rövid, nagyon gyér a szőrzetük, kis testűek, nagyon vékony, hosszú lábúak, csivava például. Hát ott azért megfontolandó még a, a kutyaház, mert azért a mínuszos időkben, tehát nulla fok alatt ha egyedül van a kutya, és nem tudnak ketten-hárman összebújva egymást nem tudják melegíteni, akkor azért az aggályos lehet. A kopasz kutyáknál különösen, hiszen ott gyakorlatilag teljesen védtelen a kutyus a szőrzet nélkül, és gondoljunk hogy arra, hogy bizonyos szőrbetegségek, bőrbetegségek esetén, ahol a szőrhullás jelentős, esetleg nagyobb szőrterületek, vagy nagyobb bőrterületeken válik szőrtelenné a felület, ott is aggályos lehet, akár még egy jó kutyaházban is, a mínuszos időkben, hogy ott aludjon a kutyus. Az ilyen kutyusokat engedjük be, és egy temperált helyiségbe hagyjuk, hogy éjszakázzanak. Nem kell, hogy, hogy fűtött legyen a helyiség, temperált legyen, 10 fok körüli.